A Fidesz-KDNP kormány már 2010-ben egyértelművé tette, hogy intézkedéseinek középpontjában a családok állnak, fogalmazott a parlamentben Földi László. A KDNP képviselője emlékeztetett, az elmúlt 10 évben soha nem látott segítséget kaptak a családok, legyen szó az adókedvezményről, az otthonteremtési támogatásról és a Novák Katalin által nemrégiben bejelentett újabb intézkedésekről. Ezek közül talán a legfontosabb az újonnan épült lakások áfájának 5%-a való csökkentése, ami egy 50 milliós háznál több mint 8 millió forintot hagy a család zsebében. Az azonnali kérdések órájában Novák Katalin válaszolt Földi Lászlónak. A miniszter elmondta, 5 éves az otthonteremtési program, azóta több mint 150 ezer családnak tudtak segíteni, 1000 milliárd forint értékben, de nem elhanyagolható a gyes harmadik évének visszavezetése és a babaváró támogatás sem. A családoknak szóló segítség pedig folyamatosan bővül. Most ezt az otthonteremtési programot nem csak hogy bővítjük, hanem bevezetjük Magyarország eddigi történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Erről szól az áfa csökkentés, az áfának a 0%-ra való csökkentése, az áfa visszaigénylés lehetőségének a megteremtésével, az illetékmentesség a csokkal otthont vásárlóknak, vagy éppen az otthon felújítási vagy tetőtér beépítési program. Novák Katalin hozzátette, cél, hogy ne lehessen anyagi akadálya a családalapításnak. Ma egy fiatal pár, hogyha nekiindul a közös életnek, a 10 millió forintos babaváró támogatás mellett megkaphatja a 10 millió forintos vissza nem fizetendő csokot, a hozzákapcsolódó 15 millió forintos csok kölcsönt. Tehát egy olyan mozgástere van, amihez hasonló korábban nem volt, ráadásul most már január 1-től majd illetékmentesen vásárolhatja meg az otthonát. Ráadásul, ha új otthont vásárolnak csokkal, akkor ezt 0%-os áfával tehetik meg a családok, tette hozzá válaszában a miniszter. Az áfa csökkentés és az illetékmentességről szóló parlamenti vita csütörtökön kezdődik a parlamentben.